Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, azonnal egy részlet olvasásával kezdem a Lumen Gentium hátramaradó részének az ismertetését. 38-as pontjában ezt írja: minden egyes laikusnak Jézus Krisztus föltámadása és élete tanújának, és az élő Isten jelének kell lennie a világ előtt. Valamennyünknek együtt és külön-külön a maguk szerepe szerint a lélek gyümölcseivel kell táplálniok a világot. Ki kell árasztaniok rá a lelket, mely azokat a szegényeket, szelideket, békességeseket élteti, akiket az Úr az evangéliumnak, boldognak hirdetett. Egy szóval, ami a lélek a testben, azok a keresztények a világban. Gyönyörű szép idézete a Diognetoshoz írt levélből az utolsó mondat, ami a világiak hivatásával kapcsolatos dolgokat vezeti be a nagy dogmatikai konstitúció zsinati okmány ezen részében. Azok kedvére, akik talán csak most kapcsolódnak, elmondom, hogy ez az egyházról szól, ez a II. Vatikáni zsinati konstitúció, az egyháznak a helyzetét határozta meg az idők jeleinek a figyelembe vételével. És elszakadt attól a statikus képtől, ami az intézménnyel azonosította csupán az egyházat. Sok képet, bibliai képet használt föl, amikor azt mondja, hogy az Isten népe, a nyáj, az akol, a szántóföld és a termést hozó gyümölcsfákhoz hasonlítja az egyházat, és ez a dogmatikai konstitúció foglalkozik az Isten népével, amelybe bele kapcsolja rögtön a püspököket, papokat, diákonusokat, és a világi híveket. Nem találunk jobb szót rá, itt ez az okmány is így mondja, hogy laikus. Nekem a nyelvérzékem azt mondja, bár ez egy görög szó, ugye Laoszból van, ha valakire azt mondjuk, hogy laikus, tehát hogy majdnem nem ért hozzá. Ugye, tehát az olyan laikus. A világi hívekre, de a világi szó az megint egy olyasmi, aminek inkább pejoratív jellege van többször a Bibliában, mint pozitív. Tehát a hívőket, a Krisztus követőket akarja megjeleníteni. Múlt alkalommal arról volt szó, hogy hatalmas fejezeteket szánt a Szűz Mária egyházban való szerepéről ez a konstitúció, eltért attól, amit többek terveztek, hogy hát legyen egy külön írás Szűz Máriával kapcsolatosan, hanem beleépítették, hiszen az egyháznak a tagja, az egyházban legkiváltságosabb helyet foglalja el, ezért is mondják, hogy az egyház anyja, az egyház mintaképe, egyszerre úgy is, mint szűz és anya, és hát Jézus anyja, nem társmegváltó és nem közvetítő, mert Jézus a megváltó, és ő a közvetítő az atya és az emberiség között, ugyanakkor a leghathatósabb közbenjáró Szűz Mária, akinek a segítségét a keresztény nép a legelső időktől lehetne azt mondani, hogy mindig számba vette, és fordult hozzá imádságos kérelemmel. Nem a rózsafűzér imádság a legrégebbi Mária ima, azt gondolom tudjuk. Az üdvözlégy Mária, jól lehet, szavai, az első része teljesen az evangéliumokban való, a második rész az a kora középkorban kapcsolódott hozzá, de például az oltalmad alá futunk imádság az első időkre vezethető vissza, ahol a keresztény nép kéri közbenjárását, és hát a katakombák falán is
Ott vannak a különböző Mária ábrázolások. Hogy említettem is, először egybeveszi az Isten népét ez a dogmatikai határozat, aztán úgy elkülönítve külön beszél a világiaknak a szerepéről, és az a világiaknak, a híveknek Krisztus papi, profétai és pásztori tisztségében való részesedéséről. Ez valahogy úgy elfelejtődött az évszázadok során. A komoly dogmatikai könyvek, mondjuk egy Summa Theologiae, Szent Tamásnál ez hozza, de nem ment át a köztudatba, mert valahogy úgy volt, hogy van a papság, a szerzetesség, és akkor úgy egy éles cezúra, utána jönnek a világi hívek, akiknek kötelesség az, hogy meghallgassák a tanítást, és hát éljék a maguk keresztény életét. Ez a határozat azonban fölfrissíti és megerősíti azt, hogy Krisztus papi, profétai és pásztori tisztségében is részesülnek, majd a Gaudium et Spes, az öröm és remény kezdetű Egyház a mai világban című konstitúció, majd részletesen foglalkozik vele, de már itt is sűrítve hozza ezt a gondolatot. Vajon miért óckodott tőle a tridenti zsinat utáni teológia, és miért nem hozták ezt a híveknek a tudására, vagy tudomására? Hát többek közt azért, mert ezt erőteljesen hangsúlyozták a protestáns egyházak. Ugyanis a hitújítók eltörölték a papságot, eltörölték a hierarchiát. Nincsen, az eredeti hitújítóknál nincsen hierarchia. Érdekes módon, hogy most ugye visszajönnek a lelkészavatások, lelkészszentelések, püspökavatások, püspökszentelések, egyre gyakrabban, ugye hallunk ki erről, ami nem volt a korai reformációban, hanem az egyház felügyeletet valami szuperintendens látta el, aztán voltak tanítók, akkor voltak olyanok, akik intézték gondnokságát a különböző eklézsiáknak, de egyáltalán ez a gondolat, hogy hierarchikus az egyház, ez teljesen hiányzik az eredeti protestáns tanításból. Ellenben a népnek a papságát, ami ugye Szent Péter levelében is itt ott vagy, ti azonban választott nemzetség, királyi papság vagytok, ezt emelték el, hogy gyakorlatilag mondjuk a luteri és a kálvini teológiában mindenki pap. És mindenki valahogy ott van a mondjuk a urvacsorán is, és majdnem ugyanazzal a ranggal van ott, aztán később alakulnak ki a választott vezetők. Most éppen olvasom az evangélium, evangélikus életbe, hogy hát ugye szokásba jöttek például a megszentelések, megáldások, amit Luther annak idején a legélesebben támadott. Most azonban azt látjuk, hogy minden templomot, de még kopjafákat is megáldanak, avatásokon ott vannak. Tehát ugye a lelkészeik is nem, nem az egyszerű hívő végzi azt, hanem megkérik az esperest, a lelkészt, vagy esetleg a püspököt. Tehát ez is. Vagy ugye nem is a halottakért való mise, hanem a gyászisten tisztelet, ami az élők vigasztalásával foglalkozik. Tehát valamiképpen ez úgy visszajött, tehát az az egyetemes papság gondolata, az megmaradt, de visszatér lassacskán a hierarchia is. Nálunk meg az egyetemes papságnak a hangsúlyozása maradt el éppen ez, hogy nehogy azt higgyék, hogy mi is protestánsokká lettünk. Hát ez annyit jelent, hogy lelkületben hasonlóvá kell lennünk Krisztushoz, a főpaphoz. Jól lehet, tudjuk azt, hogy nem ugyanaz a szolgálati, vagy királyi, vagy általános papság, ezt
ilyen szinonim szavakkal szokták illetni, nem ugyanaz, mint a szolgálati papság, de mégis van köztük lelkületbeli hasonlóság, hiszen mindaz, aki Krisztus követésében áldozza az életét, az papi feladatot végez, aki imádkozik, papi feladatot végez, aki másokat kibékít, azt végez, és valamiképpen van áldás is az egyetem és papságban is, tehát azért ezek úgy visszajönnek, és főként az életnek az áldozatát jó lélekkel elfogadni és felajánlani, ez az egyetem és papságnak a feladata. Mi még hozzátesszük azt is, hogy a misén való részvétel az teljesebbé teszi a Szent Misét, ugyanis az is érvényes, a pap egyedül misézik, de annak a teljességéhez hozzátartozik a hívek jelenléte, ezért is még a tridentinum utáni fölfogásban is legalább egy minisztrás ment a pappal, aki a népet helytesítette és képviselte, már csak azért is, mert válaszol a papnak az imádságaira latin nyelven. Na most ez is egy papi feladat, amiben az Isten népét bekapcsolják. A prófétai feladat, ugye az Isten nevében, valaki nevében szólni, ennyit jelent a prófétaság, hát az ma sokféle formában megvalósul a katolikus egyházban is, ugyanis a tanítás sokaknak a része és feladata lehet, hiszen ha meggondoljuk, hogy a hitoktatást, de még a magas szintű teológiai végzést is milyen sokan végzik a világi hívek közül, akkor látjuk azt, hogy ez túlnyomó többségbe kerül. Tehát a teológiai oktatásban is ott vannak a világi hívek, de a nők is ott vannak már sok helyütt, még Rómában is, akik teológiai oktatásban is már bekapcsolódnak. Hát a hitoktatásra megzömmel szinte ma nőkre van bízva. De azt mondják, hogy ha valaki a családjában a saját gyerekét tanítja, az is egy prófétai tett, vagy ha őt megkérdezik munkahelyén, vagy bárhol mások megkérdezik, és ő megmondja is, eligazítja az embereket, vagy tanúságot tesz, mint ahogy a mai időkben szokták mondani, az is egy profécia. Amikor megkérdeznek bennünket, akkor mondja a Szent Péter apostol, akkor tudjatok megválaszolni. De ezt jó is, lelkiismerettel és szerényen tegyétek. Nekünk az a problémánk, mondjuk meg őszintén, hogy sokszor híveink nem tudnak megválaszolni. Ebben mi is ludasak vagyunk, azért, mert a képzés olyan volt, hogy hát leszűkített bizonyos dolgokat, tehát felnőtté tenni, hogy meg tudjon válaszolni a föltett kérdésre, és ne ijedjen meg, hogyha mondjuk a Szentírásból, vagy az egyház tanításából kérdéseket tesznek föl neki. És mondjuk az utóbbi 50 évnek egy még nagyobb lehetősége a prófétai feladat betöltésére a különböző médiumokban való részvétel. Ugye ebben benne lehet az újság is, de ettől már sokkal hatékonyabbak vannak, rádió, televízió, és hát a fiatalabb generáció pedig szinte ezeket nem is nézi, nem csak az interneten tájékozódik, Facebook, meg YouTube, meg mit tudom én miután. És ezért is még a Szent Atya is biztat bennünket, hogy aki hozzáértést teheti, igenis ezen a világhálón is hirdesse az evangéliumot, ezért van az, hogy a Szent Atyának is, bár biztos, hogy ő nem kapcsolgatja, van Facebookja, meg YouTube-ja is, hogy a fiatalok ott hozzászólhatnak, őt megkérdezik, akkor valaki főteszi, bekapcsolja. Tehát egy prófétai feladatot lát be az, aki ilyen módon is hirdeti az evangéliumot. Aztán ott van a pásztori tisztség, vagy királyi tisztség, itt is váltakoznak az elnevezések. Hát ez meg aztán majdnem a hívekre vonatkozik jó részben, ugye a világ kormányzása. Tehát nem az egyháznak a kormányzását jelenteni, hanem a világ kormányzásában legyen az a politikai élet, a gazdasági élet, a kulturális élet is,
megvan az autonómiája, mondja a zsinat, tehát nem csak a művészeteknek, hanem a tudományoknak is van autonómiája. A politikai életnek is van autonómiája, ezért nem is akarunk mindig beleszólni, bár sokszor azt várnák tőlünk, hogy mindenbe szóljunk bele, és nyilvánítsunk véleményt, és hát mondjuk el, mondjuk a papok is, hogy mi itt az egyház tanítása, de itt az élet sokszor új dolgokat hoz elő, hogy nem lehet mindjárt átgondolt válaszokat adni, hanem meg kell gondolni, tehát a világ kormányzásába, és akkor például itt van a óriási terület, a környezetnek a, nem csak a kihasználása sajnos, hanem a őrzése, védése, ez is ugye a királyi, a pásztori feladathoz tartozik hozzá. Aztán a családon belül, vagy a munkaközösségen belül, vagy ahol az ember él, hogy azokra, aki hatni tud, úgy, mint egy közösség teremtő erő. Tehát ugye, hogy a pásztor tereli a nyájat, meg összetartja, meg hasonlókat csinál, vagy egy, mondjuk ahogy a király, vagy egy országra vonatkoztatottan, akinek van valami közössége, vagy olyan csoportosulásba jár, ahol tudja irányítani az embereket egy-egy jó cél irányába, az biztos, hogy ezt is végzi. És miután, hogy említettem például a tanításban, a világi hívek nagy részt kapnak, még inkább a nők mondjuk a hitoktatásban, a általános iskolákban, hát ott azt is végzik, tehát mondjuk, hogy egy osztályban milyen szellem, milyen légkör uralkodik, milyen programok vannak, hogyan viselkednek a gyerekek az idők folyamán, az ezen is múlik. Ugye, tehát, hogy ő a jó pásztornak a lelkületével, gondosságával kell, hogy ott beleálljon. Tehát ez egy fejezet a világi hívekről. De, hogy említettem, ezt aztán a Gaudium et Spes egy konstitúció még jobban fejtegeti. Ugyancsak fejtegeti a püspököknek, papoknak, diákonusoknak a feladatát, szerepét ez a konstitúció, amire aztán még kitér, mert beszél a papságról, beszél a püspökök feladatáról, beszél a szerzetességről, és hát amit felújítottak például a zsinat után, az állandó diákonátusról. Most ha megnézzük a püspökökkel kapcsolatos tanítását, ott is van egy új szempont a régihez viszonyítottan. Ugyanis régen valahogy nem gondolták azt, hogy a püspök a papság szentségének a teljességét birtokolja, mert azt mondták, hát az áldozó pap is már átváltoztatja a kenyeret Krisztus testévé, a bort Jézus vérévé, tehát pap. Hát akkor mi többet csinál egy püspök? A püspöknek érvényesebb a miséje? Hát egyáltalán nem. Hát akkor meg, akkor ez is pap, az is pap. Hanem azt mondták, hogy a püspöknek a joghatósága, a méltósága, az a többlet, hogy irányít egy egyházmegyét, aztán kormányoz, és így fegyelmi kérdésekben, mindenben disponálni tud. És ezt a kettősséget, hogy van egy szentelés, meg van egy joghatóság, ezt összevonták, és tisztázták a papságnak a szentségét. Ezt megelőzőleg ugye az első vatikáni zsinat gyakorlatilag a pápának a főségét mondta ki, és hát, hogy így mondjam, pontosan körülírta, meghatározta, hogy mi a pápának a feladata, mikor nyilváníthat ő ex katedre, azaz tévedhetetlen kijelentéseket, mert a pápa si akármikor, és mit nem tehet meg a pápa? Isteni törvényeket a pápa se múlhatja felül. Tehát ami isteni törvény, annak a pápának is alá kell magát vetnie. Tehát a pápa nem úgy abszolút úr az egyházban, hogy a sokan gondolják. Tehát ő is alá van vetve az Isten igéjének, alá van vetve az egyházi tanításnak, az apostoli folytonosságnak. Azonban hát a kormányzásban ugye különleges ható jogosítványokat kapott, pontosan ez az a nektek adom a mennyek országának a kulcsait, amit megkötök, meg lesz kötve, és
az a szikla jelleg biztosítása a pápa feladata. Annak abban az időben sokakban nagy fölhördülést keltett a infallibilitás, a tévedhetetlenség kimondása, még a magyar püspökök, bíborosok is, akik részt vettek a zsinaton, még azok is azt mondták, hát most nem nagyon időszerű, de mégis kimondta a zsinat, hogy hit és erkölcs területén, teljes tekintélyével, stb. Ennek itt van egy nagy, hatalmas körmondata, hogy mikor tévedhetetlen. De valójában az egyház tévedhetetlenségéről van szó. Tehát a pápai tévedhetetlenség nem egy személynek a tévedhetetlensége, hanem az egyház tévedhetetlensége. Hit és erkölcsi kérdésekben a legsúlyosabb. Mert ha egyszer tévedhet az egyház a legsúlyosabb hit és erkölcsi kérdésekben, akkor a hitele megkérdőjeleződik. Tehát akkor nem viszik tovább a jézusi tanítást, ami eltérünk lényegi kérdésekbe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyéni élet az mindig kiváló. De az egyház bűnös tagokból is áll. De a hit és erkölcsi kérdésekben tévedhetetlennek kell lennie. És ezt a pápa személyében biztosítja a mi Urunk Jézus Krisztus a legfontosabb kérdések esetén. Az új, ez a Lumen Gentium azzal bővítette, hogy a püspökök kollegialitását mögéje tette a pápának. Hogyha együtt vannak a pápával kollégiumban, ugyanezt a tévedhetetlenségét viszik végig. Na, sokan féltek tőle, mert azt gondolták, hogy itt győzedelmeskedik a demokratikus gondolat. Hát ezt már annak idején Marsilius Padova mondta, hogy a 1300-as években, Concilium supra pápám, a zsinat fölötte van a pápának, tehát le lehet tenni. Ugye a Kálti Márknak a krónikájában van benne, hogy a budai papok meg a prépostok letették a pápát. Ugye 13. században írják. Ilyen nincs. Amikor együtt van a püspöki kollégium a pápával, és együtt a tévedhetetlenség hit és erkölcsi kérdésekben. Na most, ez a kollegialitását hozta ki a püspököknek ez a zsinati határozat, és a szentelésből, hogy őt püspökké szentelték, hozza azt, hogy a papság teljességére jutott, illetve a jurisdikciót, a kormányzást gyakorolhatja. Alá van vetve a pápának a püspök, de hatalmát nem a pápától kapja, hanem az Istentől. És minden püspök az egyház megyéért felelős. Tehát személy szerint felelős, neki azzal kell elszámolnia, ahogy a áldozó pap se a hatalmát csak püspöki közvetítéssel kapja, de hatalmat Istentől kapja. Tehát itt is egy közvetítésről van szó, ugye, és Jézus Krisztus cselekszik általuk, nem Jézus Krisztus személyében cselekszenek a püspökök, hanem általuk cselekszik. És ugye meghatározza azt ez a zsinati okmány, hogy a püspök legfontosabb feladata a tanítás. A tanítás nem annyira mondjuk egy ilyen egyetemi oktatásra gondol, hanem az evangélium és az egyházi tanításnak újra meg újra előadása és értelmezése. Ez a legfontosabb feladata a püspöknek. Aztán utána jött a kormányzás, meg több dolog, és hát itt hozza a kollegialitást, és így tovább, hogy ez legyen meg. Tehát valamiképpen a püspököknek a feladatát is tisztázta ez a zsinat, a papokra vonatkoztatottan is, de aztán majd még kitér a papságnál arra, hogy hát őnekik a lelkipásztorkodást hogy kell végeznie, mint a püspöknek a munkatársai, a püspöknek a képviseletében, ott, ahol vannak. Új dolog volt a diákonátus, ugyanis az ősegyházban alakult ki a papság szentségének a rendje. Még nem halt meg az utolsó apostol, amikor gyakorlatilag kialakult a hármas fokozat. Olvasunk a diákonusokról, Szent István diákonus halálával kapcsolatosan. Ott még keverik a presbiter meg a episzkopos ilyen fogalmakat,
De például azt tudják, hogy például egy Szent Pál az püspök volt, annak számított, mint apostol, Timóteus, Titus is annak számított, és akkor voltak a papok, ugye? Tehát ez úgy lassan alakult ki, de az utolsó apostolnak a halála előtt. Az ősegyháznak voltak diákonusai, akik elsődlegesen a szeretett szolgálatra, a diákóniára kaptak szentelést. Ugye, mert az egyháznak a fő feladatai között kell lenni, a martúriának, a tanúságtételnek, a liturgiának, a szertartások végzésének és a diakóniának. Ezt nem lehet kihagyni, mert ahol nincs diakónia egy egyházba, ott csonka az egyház élete. Az a hitnek a következménye. Nem előzi meg, ugye a mai világ szeretné azt, hogy mi oda menjünk, ahol senki nem csinált semmit, menjen oda az egyház is, összes szeretett szolgálatot, meg mindent vállaljon magára. Nem, az nálunk a hitnek a következménye. Fontos, de a hit következménye. És a diakónia az megvolt az egyházba, de aztán lassan-lassan beépült a papság előtti szentelési fokozatba. Ugyannyira, hogy alig pár hónap választotta el a papság szentségétől. Tehát gyakorlatilag nem volt állandó diákonátus. A zsinat visszahozta az állandó diákonátust, és ami addig szokatlan volt, hogy nős embereket is diákonussá szenteltek. Fordítva nem lehet, mert a papság az utolsó szentség. A görög katolikusoknál nem úgy van, az rossz fogalmazás, hogy azt mondják, hogy a papok házasodhatnak. Nem. Házasokat pappá szentelnek. Fordítva nem áll. Tehát egy görög pap megözvegyül, nem házasodhat újra. Mert az az utolsó szentség az egyházunkban. Tehát házasokat pappá szentelhetnek, katolikus vagy latin szertartásban házas embereket diákonussá szentelhetnek. Ezek azokkal a diákonusokkal együtt szentelődhetnek, akik papok lesznek és egy év múlva mondjuk a papság szentségét is fölveszik. Ugye sokan óckodtak tőle, hogy nem jó ez, mert hát ugye esetleg a papságot kiszorítják. Ott kell lennie állandó diákonusnak, ahol segítő társa a papnak, tehát az egyházközség igényli, és valamiképpen csak szükségből megy igen liturgiát tartani, mert a szükség megoldás. Tarthat, de szükség megoldás. Azonban eskedhetnek, keresztelhetnek, prédikálhatnak, de főként az volna a feladatuk, hogy végezzék az egyház szeretett szolgálatát, az egyházban a karitást. A szerzetességet is, ugye valamiképpen újrafogalmazza a zsinat, azt mondja, hogy ez nem egy köztes állapot, hogy vannak papok meg világiak, aztán van egy harmadik út, itt vannak a szerzetesek, mert például ugye, hát verbúválódhatnak mindenhonnét a papok is, házasokból is lehetnek, pap is lehet szerzetes, ugye? Hanem mi a szerzetes? A szerzetes az az ember, aki az evangéliumi tanácsok alapján a keresztségben, bírmálásban kapott szentséget radikalizálni akarja, vagy teljessé akarja tenni. Mert ez a zsinat hozza azt, hogy mindenki hivatott az élet szentségre. Ez egy olyan patinás szó, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Mert szentség, én állítom, hogy a legtöbb embernek valami monstrancia jut eszébe, amivel áldunk, ugye? Szentség, ott vannak ezek a szent edények, ez élet, szentség, az valami olyasmi sokak számára, hogy valamilyen ilyen liturgiával, vagy ilyen szertartásokkal lekötött életforma. Nem azt akarja mondani a zsinat. Azt mondja az életszentség alapján, hogy mindenkinek a maga területén kell szenté válnia. Mert már az Ószövetségben parancs volt, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Tehát mindenki az élet területén, ahol van, ez a hivatás, hogy szenté legyen. Na most ugye a középkor, hát azt mondta, hogy hát itt vannak a papok, itt vannak a szerzetesek, és hát itt vannak ezek a szegény hívek, akik botladoznak az élet útján, legfeljebb a 10 parancsolatot jó, ha megtartják, ezt
ugye kötelező nekik, de már a magasabb dolgokra, evangéliumi tanácsokra erre már nem merészkedjenek. És hát volt egy ilyen közbülső megoldás, ez ugye Assisi Szent Ferenc idején jött be a világba, hogy volt a harmadrend. Hogy ilyen pártolók voltak, tehát házas emberek voltak, de egy-egy rendnek lettek a harmadrendi tagjai, tehát olyanok, hogy a saját életükben mondjuk követtek egy ferences eszményt. De ők családos emberek voltak. Egy Árpád-házi Szent Erzsébet. De a többi rendnél is volt ilyen harmadik rend, hogy hát így oldották meg. Hogy hát ő belőlük is. A zsinat azt mondta, nem kell harmadik rendben lenni ahhoz, hogy valaki szenté legyen. De annak az élethivatásnak a kiteljesedésében kell élnie, amelyben éppen él. Na most, ugye ez az újkorban már elkezdődött, a szalézi Szent Ferenc az egy ilyen, az a reformáció után, ugye a rekatolizáció idején egy nagyon modern szent volt, és nagy elismerést vívott ki még a protestánsok körében is, és hát az a kezdődő új világnak volt már az embere, aki sajtót, mindent elkezdett az evangélium hirdetésébe beállítani. És egy Filótaió nevű hölgynek írogatott leveleket, ami mind a mai napig megvan, érdekes könyvek, Isten szerető ezt jelenti. És akkor ott ecseteli neki, hogy hát ha elmész a bálba, akkor hogy viselkedj, meg úgy elmondja, és azt mondja, jaj lenne, hogyha mondjuk egy családapa annyit foglalkozna az imádsággal, mint egy szerzetes. És egy elsorolja, annak az a feladata, hogy a családját gondozza, imádkozzék, de ott a családja, ott a munkája. És akkor hozza maga magát püspököt, azt mondja, hát én sem tudok mindig annyit, mint amikor szerzetes voltam, hanem hát most annyi minden dolgokkal kell foglalkoznom, írja szalézi Szent Ferenc, hogy egyszerűen kiesik a ritmusból, mert ügyes, bajos világi dolgokkal kell foglalkoznom. Aztán volt egy következő lépés, ez már 20. században volt, Teilhard de Chardin. Mert még akkor is nagyon tartotta magát az a nézet, hogy itt vannak a szent emberek, itt meg hát a szegény világiak. És az Isteni Millió című könyve rám abban az időben óriási hatást gyakorolt, amikor olvastam 10 éves korom végén. És az Isteni Millióban azt írja, hogy mindenki benne lehet, minden keresztény ember benne lehet. Ha azt a munkát, amit végez, becsülettel, jó lélekkel csinálja, és azt átjárja, azért mondja, Isteni Millió, átjárja az Isten országának a lelkülete. És ő, mint hát ugye tudós ember, paleontológus ott Kínában, és ott megéri azt, hogy azon a területen kell neki teljessé tennie a Krisztus követést. No tehát, ezt azt most dogmatikai konstitúcióba, hát szögezi le, hogy igen, mindenki szenté lehet ott, ahol él, abban az élet körülmények között, mi több kötelessége, hogy szenté legyen. Úgyhogy mindenki hivatott az élet szentségre. És hát ezt kell megkeresni. Ez nem könnyű. Azért nem könnyű, mert mondjuk egy szerzetesnek meg volt a regulája. És akkor hát azt mondta, hogy hát mit ír elő a regula. Sőt, még azt is mondhatta, hogy a regula az számomra olyan, mint az Isten akarat, a királyocska. Ugye benne van a nevében a regulában, hogy királyocska. És akkor pontosan minden le volt írva, hogy mit csinál a konyhás testvér, mit csinál a kapus testvér, mit csinál az, aki a hospitálban van. Azt kellett megnézni, és akkor minden rendben volt. Igen ám, de olyan, akik olyan körülmények között van, hogy a regula nem használható, nem alkalmazható, akkor mit tegyen? Ugye Kemp is, Krisztus követése, az már valamiképpen erre volt egy kísérlet, az jóval később ért, mint a Ferenc, de a bencés regula megfogalmazása volt. Na tehát, hogy mindenki ebben a hivatásban kell, hogy kiteljesedjék. Azért is olvastam fel ezt a részt, hiszen azt mondja, hogy egy szó valami lélek a testben, az a keresztény a világban. És hát, hogy az egyház azt mondja, hogy van a vándorló egyház, és van az égve jutott diadalmas egyház, ami Krisztus misztikus testével
kapcsolatba hoz bennünket, tehát összetartozik az egyház azokkal, akik egykor éltek és az üdvösségre jutottak, akik a tisztulás állapotában vannak, és azok, akik itt vannak a Földön, és így végzik a feladatukat. És hát ezzel a gondolatkörrel ugye kiteljesedik az egyházról szóló tanítás, amit tehát nagyon röviden így lehetne summázni éppen a konstitúció alapján, hogy az egyháznak először is közösségnek kell lennie, közösségnek, amely egyszerre misztérium, titok, és ugyanakkor egy látható valóság. És ebben az egyházban el kell kerülni a klerikalizmust. Úgy gondolom, hogy az előzőekből ez egyértelmű, hogy tehát az egyházat nem csak a papok, püspökök, vagy esetleg a egyházban szolgálatot teljesítő emberek alkotják, hanem mindenki, hiszen az általános papsággal mi oda tartozunk az egyházhoz valamennyien. Aztán nagykorúvá kell nevelni a híveket, mondja ez a zsinati okmány, és föl kell bátorítani arra, hogy az egyházban úgy viselkedjenek, úgy éljenek, hogy felelősséggel lehessen azt mondani, hogy ők tanúságot tesznek mindenütt a keresztény életükről, Krisztus követésükről. Azt is mondja ez a zsinat, hogy a bírálatnak is a jogos kritikának helye van az egyházban. Én úgy gondolom, hogy ebben nincs hiány. A mai időkben ezt a zsinat nélkül is megfogalmazták. Volt egy öreg kanonok a Zegri Egyházmegyében, jól tudom, kalocsai gyökere is voltak, az öreg pákosdi kanonok. Annak idején, hogy a érselségre mentek be különböző kritikák, panaszok, minduntalan, akkor azt mondta, na, köllött nektek Isten népe. Most hallgathatjátok az örökös kritikákat. De a kritikának, annak felelősnek kell lennie, mondja ezt a zsinati okmány, és hogyha lehet, családi légkört alakítsunk ki, azok, ugye a nagy egyházat nem lehet átfogni, de a kisebb egyházközségeket, vagy kisebb közösséget családi légkörrel kellene, hogy megtöltsük. Aztán az értékek helyes szemléletét kell kialakítani ebben az egyházban, hogy tudjunk rangsorolni, hogy nem minden dogma ebben az egyházban, és ez pontosan az idők jeleinek a visszatérő gondolata hozta, hogy vannak dolgok, amit el lehet hagyni, ami a múltban megvolt, fontos volt, szerepe volt, most el lehet hagyni, de újabbat is föl lehet venni, tehát az értékek rangsorolásánál. És aztán ő azt is hozza, hogy hát az egyházban, miután az égiekkel is kapcsolatban vagyunk, a szentek helyes tiszteletét, ide tartozik a Szűzmária tisztelet, amiről már szóltam, de a többi szentnek a helyes tiszteletét is hát gyakorolni kell. Nem helyezhető sose Jézus Krisztus elé, pláne Isten elé, mint egyszer nekem egy ilyen mennyasszony mondta, hogy Istenben nem hiszek, de Szent Antalban igen, mert az mindig megsegített. Ugye, amikor mentem vizsgára, és akkor mindig megsegített. Szóval nem szabad a szentek kultuszának babonaságá válnia, hanem helyes rendet kell megtalálni benne, szintén mondja, ugyanis a szentek azok mindig a történelemben tovább élő Krisztus követei voltak és tükrei. És ezekről azt a példát kell venni, hogy valamiképpen mi is így cselekedjünk. És hát, hogy utána azt mondja, hogy hozzunk észrevétlenül is és csendesen áldozatokat, tehát ez a
királyi papságnak a gyakorlását jelenti. És egy ismét felolvasnék egy részt ebből, amit a világi hívekre vonatkoztatottan ír a Lumen Gentium zsinati határozat. Azt mondja, így tehát minden Krisztus hívő meghívást kap az életszentségre és saját állapotának tökéletességére, és ezeket köteles is elérni. Valamennyien ügyeljenek tehát arra, hogy jól irányítsák törekvésüket, nehogy a világ dolgainak használata és a gazdagsághoz való ragaszkodás, mely ellenkezik az evangéliumi szegénység szellemével, megakadályozza őket a tökéletes szeretet elérésében, miként az apostol figyelmeztet, akik használják-e világot, ne tapadjanak hozzá, mert ez a világ elmúlik. Olvassuk a korintusi levélben. Hát úgy gondolom, hogy ez a mostani időkre, amikor a gazdaságkorban élünk, amikor a pénz mindennek a motiválója, és az egész Európát szinte az irányítja, ha vannak olyan emberek, akik magán életükben is, és hát amennyire rajtuk múlik, abban a közösségben vannak, tudnak rangsorolni, és nem egy ilyen pénzfüggőségben élik az életüket, azok már önmagában munkban tanúságot tesznek Jézus Krisztusról, hiszen ő mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak, Istennek és a mammonnak. És hát ez a mai világban a legnagyobb tanúságtétel, hogyha valaki ezt a szellemi, lelki függetlenséget is még úgy is meg tudja valósítani, hogy önmaga aszkézist, önmegtagadást gyakorol. Mert az emberi életnek az anyagiakon mindig fölül kell emelkedni, mert a célunk, hogy a zsinat megerősít, illetve újra mondja, hogy a beteljesült Isten országában való részesedés. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya,